Sziasztok, én Kevin vagyok, és ebben a videóban egy kamerastabilizátort fogok nektek bemutatni, amelyet a newfrog.com küldött nekem. Ez tulajdonképpen egy kézi stabilizátor, azaz Steadicam, más néven Flycamnek is szokták hívni, tehát nem egyezik meg a motoros kamerastabilizátorokkal, ugye a gimbalokkal. Nézzük is meg, hogy néz ki, egy ilyen táskába érkezett, cipzározzuk ki, és nézzük meg, mi van benne. Elsőként itt van maga a Steadicam. Amint láthatjátok, van az alján két darab súly felcsavarozva, tulajdonképpen ezek a súlyok fogják a kamerátokat kiegyensúlyozni. Amit tudni kell erről a Steadicamről, hogy ez nagyon olcsó egy gimbalhoz képest, míg a gimbalok általában olyan 150 ezer forinttól kezdődnek, és ugye hát nyilván minél drágább, annál jobb, tehát olyan 300-400 ezer között van például a Roninnak az M stabilizátora, ami viszont nagyon fantasztikusan profi. Ehhez képest olyan 15 ezer forintot ér, nyilván lehet drágában is venni ilyen Steadicamet is, olyan 40 ezer forintért, de ez egy olcsóbb verzió, egyébként S40 típusként írják le a weboldalon. Jó, adtak hozzá két darab plusz súlyt, tulajdonképpen ha megnézitek, ez a fele a felszerelt súlyoknak, attól függ, hogy melyiket kell feltennetek a Steadicamre, hogy milyen nehéz a kamerátok. Van itt még nekünk úgynevezett plusz állványfejünk. Ha megnézitek, ugye a Steadicam tetején van egy állványfej, egy sín. Abba belerakhatunk viszont még egy állványfejet, azaz bele is kell, hogy tegyük. Mégpedig így, és ezt így oda csavarozhatjuk. És van ugye egy kamera sínünk, amit pedig majd a tetejére rakunk fel. Nos, ennek az a lényege, hogy az egyik ilyen úgynevezett állványfej előre és hátra fogja stabilizálni a kameránkat, tehát úgy kell úgymond beállítanunk, a másik pedig ugye oldalra, ugye ezzel a sinnel. De majd az egyensúly beállítását mindjárt bemutatom külön is. Na, átváltottam mobilra, illetve GoPro-ra, az érdekében, hogy a Canon 600D-t fel tudjam tenni a Steadicamünkre. Amit láthattátok, azzal kezdtem, hogy feltettem a sínt, a kamera sínt a kamerára, felcsavaroztam, úgyhogy most így be tudom csúsztatni a kamera állványra, mármint az állványfejbe. És hogyha már bele csúsztattam, akkor nagyjából középre helyezem, és meghúzom. Elsőként megnézzük azt, hogyha vízszintes állapotba helyezzük így a stabilizátort, akkor hány másodperc lesz az, míg függőleges helyzetbe kerül a stabilizátor? Egy. Gyakorlatilag egy másodperc volt. Igen, így lebukik, egy másodperc, ez túl gyors. Azt szokták mondani, hogy egy ilyen két másodperc kell. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy lejjebb állítjuk itt a stabilizátornak a hosszát, tehát kisebbre állítjuk. Tehát ezen a részen tulajdonképpen itt állítottam, ezt egy kicsit megcsavartam és beljebb toltam, hogy rövidebb legyen úgymond maga az állvány. Egy, kettő, oké. Tulajdonképpen 1, 2, rendben. A következő lépésben pedig jobbra, illetve balra próbáljuk kiegyensúlyozni a kamerát, valamint előre és hátra. Nos, ha megnézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy a kamera nagyon előre csuklik. Tehát nézzétek meg ti is. Tehát elengedem, így állítom egy függőleges pozícióba, és elengedem, és előre csuklik. Tehát ez azt jelenti, hogy elő túl sok a súly, úgyhogy hátrébb állítjuk. Hátrébb csúsztatjuk itt a kamerát. Megnézzük így, mit mutat. Igen, na, most már előre nem nagyon hajol el a kameránk, viszont ha megnézitek, jobbra még eléggé rendesen. Úgyhogy most akkor jobbra-balra is állítgatjuk kicsit ugye ezt a felső sínen a kamerát, úgyhogy nézzük meg. Na, most igazából ilyen apró millimétereket kell igazából állítgatni az állványfejeken, ugye előre is, meg jobbra-balra, hogy megtaláljuk a tökéletes pozíciót. Úgy látom, hogy megvan a stabil állapotunk. Ha megnézitek, most egészen, hogyha mozgatom a kamerát, akkor ugye egy fix pozícióban van a kamera, nem nagyon lenk ki semmelyik irányba sem a stabilizátor. De ezt legfőképpen az egyensúlyt úgy tudjátok megállapítani, hogy leteszitek egy asztalra, mint most én ugye a kamerát. Nézzük meg ezt így a GoPro-ba. Tehát lerakjuk egy asztalra a kamerát, és hogyha amikor felemeljük, kileng valamelyik irányba, akkor még nincs meg az egyensúly. Ha pedig megmarad így ebbe az állapotába, akkor teljesen jó. Nézzük meg. Na, úgy látom, hogy ez most már stabil lett. Nem leng ki semmelyik irányba, se jobbra, se balra. Max minimális lengés van, de hát egy ilyen olcsó stabilizátornál ezt a kis kilengést, ezt így el lehet nézni.
ez lett volna a Steadicam kiegyensúlyozása, és akkor nézzük meg, hogy milyen felvételeket tudunk vele készíteni a szabadba. És láttátok a tesztfelvételeket, összegezném egy kicsit, hogy mit gondolok a Steadicamről. Úgy gondolom, hogy ez egy jó cucc kezdőknek mindenképpen. Én úgy tapasztaltam, hogy amikor álló helyzetből mozgattam a Steadicamet, például jobbra-balra, akkor teljesen jól funkcionált, tök jól kiegyensúlyozta a képet. Viszont amikor közben mozognom kellett a felvétel közben, például előre vagy hátra sétálnom kellett, akkor azért beremegett a kép. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe közrejátszott az is, hogy én még csak pár napja használom, tehát még nem vagyok olyan tapasztalt az eszközzel, nem vagyok még vele profi, tehát ez is közrejátszhat, ugyanis ki kell fejleszteni egy ilyen sétálási technikát, egy mozgási technikát ahhoz, hogy tökéletesen stabil legyen a kép. Tehát lehet én is hibás vagyok benne. Azt láthattátok, hogy slow motionben is azért látszott kicsit a remegés itt-ott, és hogyha ugye 100%-os sebességgel fut a videó, akkor még jobban előjön ez a remegés. Tehát azt mondom, hogy abszolút kezdésre tökéletes ez a stabilizátor, mert azért sok remegést elnyel, tehát annál sokkal jobb, mint hogyha kezedbe vinnéd a kamerát, vagy pedig kezeddel mozogsz ide-oda, tehát annál sokkal stabilabb a kép, viszont vannak benne azért még apró remegések, mozgások, engem ez zavar, én azt szeretném, hogy 100%-ig stabil legyen, szerintem némi tapasztalattal és gyakorlással az is lehetséges vele, úgyhogy remélem egy hónap múlva már még profibb leszek, és akkor majd, hogyha már készítek vele majd klippet, akkor látjátok, hogy abban már nem lesz remegés. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha szeretnétek ilyen eszközt venni, akkor a leírásban található linken tudtok vásárolni magatoknak, illetve küldtek nekem egy koronát, hogy a végén koronázzam meg magam, kicsit széttört, ugye az volt a baj, de mi megragasztottam, úgyhogy ugye a királyságért mindent megteszek, úgyhogy végül is király lettem így a végére. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, írjátok meg kommentbe, hogy tetszett, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!